Nem hallotta a fügy szót a magyar-angol válogatott meccs kezdőrúgás előtt Marco Rossi. A válogatott szövetségi kapitánya szerint inkább a pozitívumokról kellene beszélni. A magyar nemzeti 11 holnap az Európa-bajnok olasz válogatott ellen folytatja a Nemzetek Ligáját. A nehezen összetéveszthető zaj. Jól kivető fújolás hallatszott a Puskás Aréna lelátójáról a szombati Magyarország-Anglia Nemzetek Ligája meccsen, amikor az angol válogatott játékosai letérdeltek a kezdőrugás előtt. Az angolok a feketék jogaiért tiltakoztak így. A focisták szolidaritási akcióját azonban a magyar szurkolók már tavaly szeptemberben is kifütyülték. A stadion viszont szombaton nem felnőttekkel volt tele. Egy korábbi büntetés miatt csak gyerekek és kísérőik lehettek ott a leláton, mégis kifütyülték az angol focistákat. Marco Rossi azt mondta az ATV kérdésére, hogy ő nem hallotta a fügyszót. Szerintem ahelyett, hogy minden alkalommal olyan dolgokat emeljenek ki, amelyek rossz képet festenek Magyarországról az egész világon és Európában, jobban kiemelhették volna azt, hogy 30 ezer fiatal volt a helyszínen. Ők mind élvezték a meccset, és azt, hogy győztünk. A Rossi csapat kedden az Európa-bajnok olasz válogatott ellen folytatja a Nemzetek Ligáját. Marco Rossi korábban 2 évig együtt játszott az olaszok kapitányával, Roberto Mancinivel, azonban most nem beszélt honfitársával. Az olaszok kifejezetten motiváltak lesznek ellenük, hiszen mondhatjuk, hogy egy nehezebb időszak van mögöttük. Roberto Mancini pedig éppen egy új csapatot épít. Dibusz Dénes vezetésével jött ki a válogatott utolsó itthoni edzésére. Cezénában is a Fradi kapusa védhet, mert mint korábban jelezték, Gulácsi Péterrel felosztják egymás között a nyári válogatott meccseket. Más komolyabb változtatás nem várható a magyar kezdő 11-ben. A mai edzés után fogok dönteni a kezdőről, de azt hiszem nem kell túl sokat változtatni. Egy biztos, Gulácsi helyet Dibusz fog védeni. Militár Iván futballteoretikus szerint, mivel az olaszok vélhetően letámadják a mieinket, így a Szalai Ádám által lefejelt labdákkal kontrázhatunk majd keddeste. Ilyen magasan letámadó csapatok ellen ez a játék, amit Marco Rossi kényelmes, Marco Rossi számára kényelmes, az működni fog. És egyébként itt is azért azt megjegyezném, hogy nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy Olaszország, meg Németország, meg Anglia könnyebb ellenfél lenne, mint San Marino vagy Albánia, mert nem erről van szó. Olaszország szombaton döntetlent játszott Németország ellen, ami azt jelenti, hogy egy kör után Magyarország vezeti a Nemzetek Ligája A divíziójának 3. csoportját. A mi meccsünkön kívül Németország-Anglia meccset rendeznek kedden.